Hósnapok már nagyon sok volt, tehát minden évben ez egy visszatérő rendezvény az iskola életében. De az idei az olyan szinten rendhagyó, hogy az, hogy a diákok szerveznek játékos programokat, ilyen még eddig nem volt. Gyerünk most már! Blank Riár vagyok, a kósba járok, 11 per elbe, szeretem a palacsintát. Gyerünk! Hajrá! Ritzi a szokásos lendületre megkezdtem. Több fejhosszal nyertél. Hát ezt nagy mamámnak köszönhetem. Neki szeretném megköszönni, hogy tanított palacsintát enni. Ott is muszáj volt így, mert nem szerette, ott marad a tányéron valami. És te? Szabó Sándor. 9A. Azért jöttem amúgy, hogy egyek. De nem azért, hogy megnyeljem. Értem, tehát nem a dicsőség számít, hanem a kaja. Igen. Te is gyakorlott palacsintaelvő vagy? Nem. Kinek szeretnék köszönetet mondani? Hát, általában a szomszédba szoktam mindig átmenni enni, és megszerint köszönöm. Köszönöm a részvételt! Örültem, hogy itt lehettem. A tanárvásár az egy vetélkedő a diákok között, van sok kérdés, adott kérdések adott válaszokkal, és itt az a lényege, hogy a diákoknak rá kell jönni a kérdésre a helyes válasza, és ha tudják, akkor kapnak érte egy pontot. És ezekkel a pontokkal tudnak vásárolni maguknak egy tanárt maguk mellé, és ez a tanár az automatikusan tud 5 kérdésre 5 jó válasz, de azt viszont nem tudják, hogy hol van az az adott kérdés. Izgulok miatta. Mi a legizgalmasabb benne? Hát, hogy mennyiért fognak majd megvenni engem. Mennyire vagyok értékes. Egyelőre még egy tanár kell csak el. Ő mennyiért? Azt hiszem, hogy 15 pontért, mert még az elején kevés pontjuk volt a csapatoknak, de őt ismeri minden csapat, mert ő a könyvtárosunk, úgyhogy ő gyorsan elkelt. Tanár úrral eddig a villanyszerelő műhelyben találkoztunk, most ékszerkészítő kvalitásairól is tanúbizonyságot tesz. Miből készülnek ezek a láncok és egyéb kiegészítők? Ezek a elhasznált kávékapszulákból készülnek. Soha nem dobunk ki semmit, mert amit a gyerekek a villanyszerelő műhelybe felhasználnak, például a vezetéket és megmarad, azt kiegyengetjük, abból szoktunk csinálni nyakláncokat, meg szoktunk például a kávékapszulához ugye ilyen szemeket hajlítani, semmit nem dobálunk ki. A történet Kóskárolyról szól, és a Kóskároly életéből vannak bizonyos események, amik alapján ki kell találniuk kódokat, és azt kell eljutni, azzal kell kinyitniuk a lakatokat, illetve kinyitniuk a szobából. Hány csapat volt eddig? 6. És mindenki kijutott? Igen, szerencsére. Egy pici segítséggel néha, de azért kijutottak.